Sziasztok! Csütörtökön kágyára utaztam a szüleimhez egy Pietra Nyánci sofőrrel, stoppoltam. Na most mivel vannak magyarországi feliratkozóim, ezért szeretném kifejteni, hogy Pietra Nyánc az Románia moldvai részében van. Pietra Nyánc, Vaslui, ez a környék, ez egy nagyon-nagyon zűrös része Romániának, ahol nagyon sok bűncselekmény történik. És mesélte, hogy két fia van, az egyik 23 éves és rendőr, a másik pedig polgárőr. És elmondta, hogy olyan környezetben, olyan közegben dolgozik, egy községben, ahol rengeteg a bűntény, és az előző rendőrök egy kicsit lazábban vették a dolgokat, és így megúszták a problémákat, de mivel a fia nagyon igazságos, és nagyon szeret kiállni a jogért, ezért rengeteg bűnözőt már elkapott, és emiatt éjjelente pisztollyal kell aludjon a párnája alatt. És ez a történet engem kifejezetten megérintett, mert a Bibliában nagyon sokat olvastam arról, hogy az igazságért harcolni kell, az igazaknak megvannak a maguk megpróbáltatásai, és ezért a Zsoltárok könyvéből, a 34. Zsoltárból a 20. versszakot szeretném idézni. Sok nyomorúság éri az igazakat, de az Úr valamennyiből kimenti őket. Na most ténylegesen mind a Biblia, mind az élet igazolja, hogy azok, akik harcolnak az igazságért, azok mindenféle problémába keveredhetnek, és kihívások állnak előttük, de Isten mindig az igazságnak az oldalán van, és ezért bízok benne, hogy ennek a rendőrnek a karrierjét is szépen fogja terelni előre, és megvédi őt. Ennyi a történet.